Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai egynapos zengyakorlaton. Örülök, hogy ennyien összegyűltünk és együtt gyakorlunk. Meddig tudsz a tiszta tudat állapotában megmaradni? Egy pillanat, egy perc, egy óra, egy élet. Onnan tudod, hogy mennyi hibát követsz el. Ha hibázol, akkor valószínűleg elvesztetted a tiszta állapotát. Ha benne tudsz maradni, azt nem veszed észre. Minden természetes. Nincs külön traumája a keletkezésnek és a megszűnésnek. Van egy olyan háttérsugárzással derűdnek, ami nem csak a tiéd. Ez nem csak egy személyes derű, ez egy olyan élmény, amikor minden a maga természetességében harmonikusan történik. Minden keletkezés és megszűnés, még a születés és a halál is. Ehhez nem kell külön speciális tudást elsajátítani. Ehhez egyetlen egy dologra van szükség: tisztítsd le magadból azokat az illúziókat és hamis azonosulásokat, amelyek az eddigi téves nézeteidet, az ebből következő haragot és kapzsiságot megteremtették. A téves nézetek a szenvedés magvai. Ezért a gondolataid, az érzelmeid, a beszéded és a tetteid nem abban az irányban mentek, ahogy ezt szeretted volna. És ekkor, ha befelé fordítod az energiádat, ha megfelelő kérdést teszel fel, ha megfelelő mantrát gyakorolsz, akkor visszatérhetsz a tiszta tudat állapotába, hiszen ez bennünk van. Nem rajtunk kívül van, bennünk van. Ne kívül keresd valamilyen ideában, formában, konstrukcióban, hanem belül találd meg azért, mert ez az egyetlen ami közös bennünk, ez a lényegiség az, amit igazán tapasztalni tudunk a csendben, a mozdulatlan, világos térben. Ha eleget gyakorolsz, akkor rájössz, hogy a kevesebb az több. És az, amit te leadsz magadból, mint felesleges karma, mint hamis azonosulás, mint meddő illúzió, az már a gyarapodásodra vált. Nem vesztességet szenvedtél, hanem megtisztultál. Nagyon sokan azt várjuk, hogy valamilyen különleges mondat, különleges tudás, egyfajta titkos lap az élet könyvéből majd megváltoztat mindent megváltoztat minket. Nem. Amikor rájössz, hogy tévedtél és kiavítod, amikor rájössz, hogy aminek eddig hitted magad, az nem igaz, akkor levetsz egy újabb kígyóbört. És a kígyó vedlik. De hogyha ezt nem hajlandóságból, hanem kényszer alatt a válság nyomására teszed, akkor úgy érezheted, hogy a kígyót nyúzzák. És ez egy nagyon kellemetlen tapasztalat azt te döntöd el, hogy milyen sebességgel és minek a hatására szeretnél haladni. Csak a válságok hatására, a kudarcok, a frusztráció, a veszteségek hatására szeretnél valamit csinálni, vagy pedig azért, mert belül minőségi változást szeretnél elérni, és ezáltal kívül is. Hogyha köznapi kifejezéssel jobb emberként szeretnél élni. De ez a jobb ember, ez több ezer éve a kutatás tárgya az emberiség történetében, és nem jutottunk dűlőre a mai napig, hogy mi az, hogy jobb ember. Mi az, hogy tiszta tudat. Mi a világ tudat általi teremtettsége. Ezek a kérdések annyira elvontnak tűnnek, hogy a Buddha, amikor ezzel kezdte, az avatamszakasz útra lényegével kezdte a tanítást, nem értették, mert túl egyszerű volt és túl rövid. Ezért lépett vissza a Lótusz szutrában található eszenciához, amely a négy nemes igazság. A szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetés útja. A feljegyzések szerint, melyek természetesen írásban jóval később készültek, mint a buddha életideje, legalább 10-15 évig alapozott, amíg a meghaladó bölcsességet ismét elővette, és amit most a szívszutrában ti rögtön megkaptok belépés után, annak az alapjait több éven keresztül rakták le. Szóval, mennyire van időd? Egy nap, egy óra, egy pillanat, mennyi ideig szeretnéd a tiszta tudatot megtartani? És amennyit válasz, abból annyi lesz. Amennyi erőfeszítést teszel, annyi eredményt fogsz elérni. Amikor látod azt, hogy az elérés, itt a letisztulás és a nyeresség az valójában a helytelen karma feladása, letétele, akkor ezt hívjuk alapvető szemléletváltásnak. Ez még nem paradigmaváltás, ez még nem az igazi önvaló tapasztalata. Csak egy olyan szemléletváltás, hogy igen, már nem egy újabb énképet kell kialakítanom, nem egy újabb könyvet kell elolvasnom, nem valami titkosnak látszó tanítást kell magamba gyömöszölnöm, hanem minden eddigit, ami feleslegesnek, illuzórikusnak, hibásnak bizonyul, azt kell kiraknom. Ez az a szemléletváltás, ami az úton való haladás első tényleges lépése. Addig kerülgetjük a kását. Addig kerülgetjük a belső problémát. Addig kerülgetjük azt, hogy valójában velem van a baj, nem a világgal. Több milliárd éve létezik ez a bolygó, az emberiség úgy ebben a sapiensnek nevezett formájában max. pár százezer év. És ezt tudtuk csinálni? Ilyen helyzetbe tudtuk hozni magunkat, családunkat, társadalmunkat, egész emberiségnek nevezett társasságunkat? Hogy lett ez? Hogy csináltuk ezt? És hogyha mi nem tesszük fel ezt a kérdést, akkor tényleg nekünk lesz rosszabb, nagyon sokan mondják, hogy ez a bolygó milyen helyzetben van. Valójában ez nem a föld problémája, ez a mi problémánk. Ha innen mi valamilyen úton eltűnünk, mint homo sapiens, sapiens a bölcsességünk által, ugye? Akkor ez a bolygó pár ezer év alatt korrigálja önmagát. Nem veszük észre, hogy itt vendégek vagyunk. Az emberiség úgy viselkedik, mintha a gazdája, sőt a teremtője, az ura és parancsolója lenne ennek az egésznek, miközben nem veszük észre, hogy az univerzum véleményfüggetlen. Egyszerűen, tisztán, tragikusan véleményfüggetlen. Teljesen mindegy, hogy mit gondolsz róla, úgy működik, ahogy. És hogyha ezzel nem tudunk szembenézni, ezzel nem tudunk egyébként, akkor folyamatosan szenvedünk és szenvedtetünk. A jó hír az, hogy ennek nem kell így lennie, rossz hír meg nincs, csak sok munka van. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek, akkor szívesen fogadom a kérdéseiteket. A tudatot, amiről előbb mondott, erről a tudatról, egy perc, öt perc vagy örök természet? Ezt hogy tudjuk legyőzni? Legyőzni? Magunkban. Látod, hogy süt a nap? Igen. Mióta süt? Nem tudom reggel óta, azóta, hogy fölkelt? Minden nap kisüt. Oké. Okay. Meddig süt? Estig. Uh -huh. Így tudod legyőzni. Szóval nekem egy ilyen gyakorlati kérdésem lenne, hogyha a meditációban azt tapasztalom, hogy folyamatosan jön a fájdalom, és mondjuk így bizonyos részeken, akkor ezen hogy tudok szullendülni, hogy mondjuk vissza tudjam irányítani a figyelmemet? a lélegzetet először a fájdalmas pontra irányítod, utána a figyelmeddel a fájdalmas pontot összekötöd a tantiennel, és amikor mind a kettőt átlélegezted, a figyelmedet szépen a tantien felé viszed. Tehát beleviszed a fájdalmat, és I. ott az el Ha meg nem, akkor ez egy komolyabb karma, komolyabb fájdalom. Nem egy olyan dolog, amit hirtelen az elméd, így rátett a testre, itt már egy mélyebb karma van, amit szomatizáltál, rávittél a testre, és akkor orvos kell. Jó, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Szintén a meditációval kapcsolatban lenne egy kérdésem. Most az utolsó 30 perc végén gyakorlatilag rosszul lettem, melegen volt és leízottam, és úgy éreztem, hogy hány nap. <laughs> És hogy ennek mi lehet az oka, hogy. Nem tudom, rosszul csináltam oh. valamit, vagy... Hogy... Nagyon sokszor van az, hogy nem tudjuk megemészteni a saját karmánkat, és amikor ez jönne fölfelé a tudattalan, végtelennek tűnő tárházából, akkor a tudat előzetes, mint a kis az ez ajtónál, azt mondja, hogy na, te most nem jöhetsz be a tudatosság épületébe, mert csúnya vagy. Fájdalmas vagy, traumatikus vagy, és ami a legfontosabb, hogy a főnök nem akar téged látni mert akkor a főnöknek az arca megváltozna. Úgyhogy amikor visszanyomjuk a tudatot, az újabb elfolytás hirtelen fiziológiai tüneteket vált ki. Bizonyám. És hogyha egy idő után látod, mert mondjuk eleget gyakorolsz, akkor ezek a tünetek elmaradhatnak. Van, akinek torokszorítása van, van, akinek fejfájása van, van, akinek más fizikai tünetei vannak. Ez mind abból származik, hogy a megjelenő karma még nem tudta levetni a burkát és még mindig testi tüneteket produkál. A megoldás az, hogy gyakorolni kell a meditációt és Bizony, ez a megoldás. És nem csak az ülő meditációt, hanem az éneklőt is, és ha lehet a leborulót is. A leborulás ez nem valami kultusz egy üvegszálas műanyag szobor előtt, hanem a felsőbb éned magad fölé emelése. Tehát igazi önvalónk szimbóluma, megtestesülése a buddha és ezt tudatosan, modern szóval externalizáljuk, tehát csinálunk egy külső formát belőle azért, hogy testtel és térben és időben tudjuk gyakorolni ennek az elhelyezését a belső hierarchiánkban. És a belső hierarchiánkban az a jó, hogyha a lényeg van a legmagasabb helyen. Hogyha az igazi önvalónk az foglalja el a legfontosabb trónust. Ha valamilyen karmát emelsz oda, akkor azt fog uralni. Az lesz a király. Köszönöm szívesen. Hasonló a kérdésem, ugyanis a leboruló meditáció alatt légszomjam keletkezett tulajdonképpen a, a has környékén, és teljesen leborulni nem is tudtam. És a félelmek azok, amik nagyon-nagyon feljöttek, hogy tudok ezen túllendülni, túllépni? Azzal, hogy egyrészt látod, hogy a félelem az nem te vagy, az egy megteremtett karma, olyasféle dolog, amit viszel a hátizsákban, és egyre nehezebb. És ezt a leborulással ki tudod rakni, és a mantra praxissal is ki tudod rakni, mert megszünteted a vele való azonosulást. Valójában az azonosulás táplálja állandó energiával a félelmet, és persze az egyéb karmát. A félelem úgy működik, mint mintha egy láthatatlan kis cián fiola egy egész tavat így megmérgezne, és teljesen áttetsző, mint a víz. Nincs színe vagy szaga. És nem lehet olyan gyorsan kivenni a pszichéből, a lélekből, mint ahogy azt szeretnénk. Hát elsősorban gyakorlod a nem azonosulás, gyönyörű, tiszta, tükörszerű tudatát leborulással és mantrával. Már a gyakorlatok közben az eredmények jönnek, ilyenkor a vastagját kapargatjuk. Ilyenkor épp, hogy csak ízlelünk valamit a gyakorlatban, és meglátjuk, hogy hát igen, elég nagy a házi feladat. A másik pedig a megkülönböztető bölcsesség gyakorlása, hogy egy karma sohasem azonos a teremtőjével, de a teremtője által keletkezett. És hogyha te megteremted a félelmet, akkor az ott van. Ha ragaszkodsz a félelemhez, akkor a saját teremtésed ural téged, és ez nem méltó az emberhez hogy a saját karmája uralja őt, holott eredetileg ő teremtette. Ezért érezzük magunkat néha ilyen meghatározhatatlan, személytelen, alárendelt, borzasztóan elnyomott helyzetben, és uram, bocsáss senkinek a cipőtalpa nincs a tarkonkon. A saját karmák van a lelkünkben, és az húz le. És hogyha nem azonosulsz vele, ha megtanulod leválasztani magadat róla, akkor megkönnyebbülsz és megtisztulsz. Ha sokáig gyakorolsz, megszabadulsz. Kicsit komplex a kérdés, de mégis megpróbálom feltenni. Hogyha nincsen, nincs út, ami járunk. Ezt kirakta a fejedbe? Hallottam többször. Azért kérdezem tőled is. De, de kitől hallottad? Ez a kérdés? Hát, egy hasonlóan nagynak nevezett mestertől. oda kell visszavenni a kérdést, ahonnan hallottad. Tőlem a saját kérdésedet kérdezd meg. Abba, ebből szeretne következni. Szóval nincs út, ami járunk. Nincsen cél, ahova elérkeznénk. Illetve minden, úgymond, nagymester után, halála után, van úgymond egy, egyfajta intézményesítés, ami, ami által keletkezik, egyfajta forma. A forma nélküliségben. Ez az egyetlen járható dolog, így kell ezt folytatni, vagy van olyan fajta is, amiben nem keletkezett, ami arról szól, hogy. Van egy ember, aki megszületik. Az egy... ki? Hát remélem, hogy én. Ki az az én. Az okay. összes többi spekuláció, ugye, ahogy van. Más nagymesterek nem számítanak. A benned lévő, még nagyon kifejletlen mester az számít. Igen. Azt kéne a hozni, és nem a szavaktól függeni. Igen. Sokat gondolkodsz, rendszereket építesz, nem egyet, többet. Nem tudsz közülük választani. És ez a probléma. Valójában a megoldatlanságok még mélyebben a lélek szintjén vannak, és ezek nem intellektuálisak. Ezek sokkal egyszerűbbek és érzelmiek, tessék az emberi kapcsolataidra figyelni. Jó? Köszönöm. És ezt az intellektualizmust akukába. Köszönöm megtisztítani szívem. a mindennapi életet az emberi kapcsolatokkal, amelyek a tieid, rólad szólnak, belőled jönnek és térnek vissza hozzád. Élő emberek a részei. Ez a házi feladat, oké? Okay? Köszönöm. Jó? Szívesen. Egyéb kérdés? Én arra vagyok kíváncsi leginkább, hogy te mit látsz, mondjuk én belőlem kívülről, például a konyában is megkérdezik. nadrág, sötét kék Jó, felső. de igen, ennyit látsz? Nem elég. Ez vagyok én? Nem, ez a ruhád. Hát ez az. De hogy akkor belőlem mit látsz? nem rajtam mit látsz, hanem belőlem. Na. Mit lássak belőled, ez a kérdés? Mit szeretnél? <laughs> az igazsága? Például. Nem az a fontos, hogy én mit látok. De az a fontos, hogy te mit látsz. Én engem érdekel, hogy te érdekel? mit látsz. Nagyon. Nézd ki, mit látsz az ablakon kívül? Hát fúj a szél. Ég kék, fű, zöld, süt a nap. Remélem, mert egyébként ezen a homályosan keresztül egy kicsit bizalma, bizonytalan vagyok, de elvileg az igen, kék, meg zöld, meg fúj a szél, meg süt a nap. Na. Az igazság éppen ilyen nem különleges, és végképp nem egy ilyen beszélő, különlegesen öltözött és nem szokványos hajviseletű embertől kapod. Ha a tanításnak van értelme és működése, akkor az az, hogy a te szemed tisztul le, a te füled hal jobban, a te lelked lesz tudatosabb, és látod az igazságot saját szemeddel. Magadban és odakint. Másban és mindannyiunkban. Ezért kell gyakorolni, mert hogyha ezt valaki kisajátítja ezt a gyönyörű kérdést, akkor úgy megmondja neked te, hogy te ki vagy, hogy benned mit lát, hogy neked mi a házi feladatod, hogy életeken keresztül viseled mások karmáját. A sajátod kell. De a sajátomat se tudom elfogadni, még számomra fontos emberekét is nehezen tudom elfogadni. A fontos emberek nem fontosak. A sajátod miért elfogadhatatlan? Hát valószínűleg azért, mert nem látok tisztán, és ezért nem fogadom el teljes mértékben, mert nem tiszta a kép. Annyit már láttál belőle, hogy elfogadhatatlan, így van? Mm -hmm. Inkább hallottam, hogy elfogadhatatlan, de azt is másoktól hallottam. Többszörös elhárító mechanizmusok alatt sínlődik a tiszta szándék. Na, ilyesmit akartam hallani. Hát megkaptad. Köszönöm, köszönöm szépen. A ha hajlandó vagy látni, látod? De helyetted nem láthatja senki, és hogyha ilyen nagyon okos, ilyen kis kígyózó, intellektuális mozgásokkal véded magadat, akkor abból semmi nem lesz. Azért kezdünk az éggel és a földdel, a fával és a fűvel, hogy belül egy idő után ugyanolyan tisztánlás a lélek tudatosságával, mint a vizuális tudatossággal odakint. Ez lehetséges. De senkitől ne fogadd el azt, hogy jaj, hát te most. Ez vagy. Én benned. Ezt látom. <laughs> egy normális kérdés úgy kezdődik, hogy miben segíthetek. Ha megbízol az illetőben, megoszthatod vele a problémát, és hogyha olyannak találod a megoldást, akkor ugyan tegyél már egy pár lépést. De ez itt megállt. Saját gazdái vagyunk mindannyiunknak. Saját magunk vagyunk felelősek saját személyünkért. Ezt a felelősséget nem ruházhatjuk át senki másra, de tanítást azt kaphatunk, sőt, érdemes. Gyakorolni gyakorolhatunk, de helyetted nem lát senki, helyetted nem hall senki, helyetted nem gondolkozhat és érezhet senki. De ha ez a valami, amit te énnek nevezel, ez nincs letisztázva, akkor a letisztázatlan én fogalom a pokolba visz, a letisztázott én fogalom pedig szépen fölfelé emel. Köszönöm. Na hova szállt ez a sóhaj, megmondod? E, e nagyon föl, amúgy. Akkor ott a lentről... feladat. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Azt gondolkodtam, hogy vagy a ragaszkodás van bennem még mindig, vagy a ragaszkodás, de volt egy másik opcióm is. El a ragaszkodásra szavazok. Köszönöm. <laughs> Túl sok az Kitartás. opció, nincs akció kitartás volt a másik. Mivel másodszor hogy is mondtad, elhiszem. kitartok a ragaszkodásomhoz? Ki? Hát most a harmadszor is hallom. Nagyon köszönöm. Jó, jó oké. Okay. Nehezen hiszem el. Ha túl sok az opció, nincs akció. Tehát nézd meg azt, hogy mikor nyithatod meg az intellektusban azt, hogy legyen még több lehetőség, variáljam a megoldást, gondolkodjam rajta, még egy kicsit csiszolgassam, keressek újabb utakat. És ezek az opciók, ezek mind időt vesznek igénybe. És hogyha túl sok az opció, elmarad az akció, lecsúszol a pillanatról, vége, és egy újabb kört kell elkezdeni, ki tudja mekkorát. Ha nincs elég opció, akkor néha az akció totálisan rossz irányba megy. Ha azt érzed, hogy az irányvétel helytelen, nem szabad cselekedni. Ha úgy érzed, hogy az irányvétel helyes, nincs vesztegetni való idő. Én azt szeretném kérdezni, hogy úgy érzem, hogy van egy út, ami most ide vezetett és itt tart engem, ami kezdődött valamikor, illetve van egy másik út, ugye, ami a világi élethez köt a családom, a gyerekeim és a férjem. És az lenne az egyik kérdésem, hogy először is, a, ha, ha úgy érzem, hogy az az út, amin én most járok, és amit úgy érzem, hogy ez az. Én saját utam, belső utam, ami belső kényszerből vezet ide. Tehát, hogy ez nekem jó. De mondjuk a párom, amit tudom, hogy a segítségről már volt szó, hogy aki hagyja, annak lehet adni. De de ugye ő egy olyan ember, akit ragaszkodom és nem engedem el. Tehát, és abszolút azt akarom, hogy ő legyen az életem, pár életem végéig, és őre neveljen fel a gyerekeimet. De mondjuk úgy érzem, hogy némi szakadás alakul ki azáltal, hogy én egyre erősebben járok ezen az úton, ő pedig ezt egyáltalán nem, nem fogadja el, mert ez nem igaz, de mindenféleképpen nem akarja megpróbálni, bár sose kértem rá. Kezdő gyakorló dilemmája. És ez rendben is van. Azért mondom, mert ez nem mindig lesz így. Elsősorban megnyugtató, jó hírt szeretnék közölni családoddal és rokonságod téged jól ismerő tagjaival. Ez az út, ha tényleg ezen jársz, nem elvezet tőlük, hanem visszavezet hozzájuk egy újabb változatban, ahol te, mint anya 2.0, feleség 2.0, sokkal, de sokkal jobban tudsz ezután a verzió frissítés után működni. Hát ide azért jövünk, hogy tisztább tudattal, egyenesebb pillantással, nagyobb önismerettel, ledolgozottabb karmával visszatérjünk a szeretteinkhez, akikhez kötődünk. Ez a kötődés egy tudatosan felvállalt, művelt, és az egekig finomított kapcsolati karma. Egy jó család erre épül. Nem olyan ragaszkodás, amely valami borzasztó, ilyen börtönszerű érzéssel ruházza föl a viselőjét is, meg a tárgyát is. A ragaszkodás ilyen szinten rengeteg feldolgozatlan karmát tartalmaz, amikor mondjuk azt érzed, hogy kötődsz valakihez, de ezzel együtt annyi terhet rak rá, hogy ez nem egy egészséges kötődés, hanem egy egészségtelen ragaszkodás lesz. És a kötődés ez egy nagyon tiszta és nagyon fontos dolog, mert különben nem tudnánk kapcsolatokat kialakítani, és nem lenne se élet, se párkapcsolat, még normális társadalom sem. És az ember így a látszólagos szabadságának a kis magányában ott, ott üldögél, és nem kötődik senkihez, nem ragaszkodik senkihez, de éppen most meg akar halni. Tehát emberek vagyunk, társas lények vagyunk, hálózatban különböző módon szerveződünk, és a kötődés az nagyon fontos. Na most itt, a csoportkarmán belül nagyon-nagyon jól látszik, hogy milyen családi vagy párkapcsolatod van. Mert éppen nem abban élsz. Rálátsz. Rálátsz önmagadra, hogy te milyen szerepet töltesz be, mondjuk a családban, és ezt lehet tisztítani. Sőt, szerintem kell is mindegyikünknek ezek után jobb anyaként és jobb feleségként visszatérsz. Ha ezt tényleg így csinálod, akkor a párod nemcsak hogy tolerálni fogja ezt, hanem még érdeklődik és egy szívem, te pár hónappal ezelőtt ugyanezért bepördültél, és úgy lecsesztél, mint a pengős malacot, most meg tolerálsz és mosolyogsz. Hogy történhetett ez? Jó, hát tudod, hát meditálok egy kicsikét, és akkor az ember úgy jobban lát meg előre, egy kicsikét úgy készül. Csak elmondod, hogy te akkor mit érzel. És kiderül, hogy az őszintesség az nem konfrontáció. Tehát ezért nem merünk őszinték lenni sokszor, és a másiknak tetszőbb önmagunkat, ami már hamis így, hogy kimondtam, ezt akarjuk nyújtani, mert azt hisszük, hogy ezzel elkerülünk konfliktust és szenvedést. És ez nem így van. Tehát pont ezzel a legyengítéssel, vagy színleléssel, vagy a jobbik kép mutatásával ezzel rontjuk el. Ezzel rontjuk el, mert nem merünk önmagunk lenni egy kapcsolatban, és akkor onnantól kezdve valamilyen képzetes önkép, vagy önmagunk lesz ott, és a másik ezzel dolgozik. Ha jó gyakorolsz, akkor a családtag fogja megkérdezni, hogy ugyan már hogy csinálod. Ha nem, akkor egyre nagyobb elkülönültség, meg nem értettség, egyfajta titkosság, egy keserűség. Ilyesféle dolgok lesznek, és akkor látod, hogy úgy gyakoroltál, hogy bezártad magad a saját individualitásodba. És akkor persze a hagyomány lesz a hibás, és ezt nem reád mondom, hanem sok ilyen visszajelzést kapok, hogy ez és ez ugye a családom belül nincs rendezve, de gyakorol az egyik. És akkor biztos azért. Hát lehet, hogy pont fordítva van. Lehet, hogy pont még nem értek el oda a bevásárló listán, hogy a hagyomány segítségével mondjuk azt a problémát megoldották volna. Ez egy nagyon fontos momentum, és én őszintén kívánom, hogy nem vagy ez a győzködős típus így első ránézés, hogy senkit ne akarjál te meggyőzni arról, hogy a zen az egy jó dolog. A lényeg az, hogy ha csinálod, és tényleg rendszeres a gyakorlás, akkor ennek mindenképpen jó téteményei vannak. Az elengedés, és a túllépés... Uh -huh. túllépés dolgokon. Egy helyben topi, meg ilyen. Mit szeretnél elengedni? A fájdalmakat. De te megragadtad a fájdalmat korábban? Igen. Hogyan? Hát, hogy ragaszkodtam hozzá. Hogy ragaszkodsz a fájdalomhoz? Mond. Ez jó kérdés, nem tudom. Azért lenne érdemes ezt látni, mert pont az ellenkező irányban végzett mozdulat az elengedés. Ha nem látod, hogy valami hogy keletkezett, akkor megszüntetni is elég nehezen lehet. Mhm. Uh -huh nagyon-nagyon divatos az elengedés szó. Én javaslom, hogy hegymászók között erről beszéljenek. Igen, ez, ez, engem is nagyon fel tud idegesíteni. Ipari akkor... ugye? Igen. Vagy akár sokat operáló sebész orvosok, hogy doktor na most engedj el azt enged a Engedd Jó? Ez az engedd el. Tehát kétféle probléma van. Az egyik mondjuk a fájdalomhoz, vagy egyéb karmához való ragaszkodás. Ha már annyira fáj, hogy mindenemet eltöltötte, semmilyen más érzésre nem vagyok képes. Hát ha ezt a botot olyan erősen fogom, hogy azt hiszem, hogy ez egyenlő a kezemmel, akkor nem tudom letenni, és még nem tudok inni. Tehát a fájdalomból sose lesz örömérzés, mert nem tudom letenni a fájdalmat, és utána örömet érezni akkor hosszas zengyakorlat árán sok kérdés és válasz tapasztalatával, fáradtságos kóan interjúkon való frusztráló és sikertelen részvétel után te megtanulod, hogy hogyan kell elengedni. És akkor elengedted, és boldog vagy, a kezed végre üres. Meg tudtad különböztetni magadat és a karmádat, a tudatot és a tárgyát, a tükröt és a tükrözött világot. Nagyon jó. Segítesz utána benne. Elkezdünk ragaszkodni ehhez a szabadsághoz, az elengedett gyönyörű állapothoz, és akkor a következő történik, itt van az öröm előttem, és nem tudom megfogni. Itt a lehetőség, de nem merek, nem akarok túl büszke vagyok ahhoz, hogy ráfogjak. Már tudom, hogy nem vagyok vele egyenlő. Már tudom, hogyha megfogtam, egyszer elengedem. Már tudom, hogy amíg fogom, energiát kell beletenni, és hinni kell benne, hogy ez az, amit vagy akit fogni akarok. Kapcsolat. És innentől kezdve dolgom van. Tehát ha ragaszkodom a formához hiba, mert az azonosulás hamis. Ha ragaszkodom az ürességhez, hiba, mert az az azonosulás is hamis. Ezért például, amikor Bodhi Darmát kérdezték az útról, sem forma, sem üresség. Ez egy Darma beszédében benne van. Nagyon nagy változás sem ez ezer évvel Buddha után. Sem forma, sem üresség. Tehát amit kell, fogd meg és tartsd addig, ameddig kell, amikor meg el kell engedni, akkor engedd el, és utána nem sokára, amikor eljön az ideje, más valamit veszel a kezedbe. Amíg szerepe van, és fontos, hogy fogd, addig tessék fogni. És amikor már nem kell, amikor már nem szükséges, amikor uram, bocsán, át tudod adni másnak, akkor add át, és akkor engedd el. Lélek vagyunk, testben vagyunk, és amíg élünk, testünk van. Ezt a testet mindaddig tessék hordozni, ameddig kell, ameddig a lélek be nem fejezte itt az útját a Földön. Addig nem engedjük. Jó? Köszönöm. Szívesen. Most már így szóba került a karma, meg a, meg a család és az elengedés, és nekem is hasonló a, a kérdésem, hogy mondjuk van egy adott kör, ami egyébként valószínűleg így karm, karmikus, mert mint hogy mindenkinek saját definíciója van, gondolom, így a, a karmáról, kerülgetem, már sok oldalról így megnéztem, és ettől nem találom az okát annak az adott problémának, akkor hogyan tudok belelátni? Például úgy, hogy lemondasz a terméketlen abstrakciókról. A kérdésedben is volt jó pár. Ez, ez alatt mit, mit, értesz? Az adott probléma volt az egyetlen konkrétum, és nem a titkaidat akarom tudni, csak azt kéne magad elé tenni az asztal, és jó megnézni, hogy honnan jött, miért maradt fönt, és hová megy. Mm. Egyébként nagyon-nagyon okos elhárító mechanizmusokkal volt tele a kérdés első fele, és mégis okosabbakkal a második fele. Ajaj. Figyelted? Hát, most már, hogy így revilágítottál, igen. Örülök. Jó. Na most, itt a lehetőség. Tegyél fel egy konkrét kérdést. Ez általában két mondat, max. három. Téd a lehetőség. Húha, akkor... Uh, ú, ez nehéz lesz. Ugye? Még egy kis zengyakorlat kell hozzá. Meditáció üdít, frissít, tisztít. Annak a fényében az összes sallang az le fog menni, és egyszer csak elérkezel egy egyszerű és tiszta kérdéshez. Az már haladás, de mindenkinek. Egy gyerekkorom óta viszonylag kondíciók, viszonylag kondíciók nélkül nőhettem fel, ilyen szerencsében volt részem. De ez azt jelenti, hogy ugye nem nagyon volt megadva a helye és az ideje, úgymond semminek, hanem minden úgy a maga útján történt éppen, amikor éppen mi. Ez szerencsés? Én szerencsésnek tartom magam. Egy részről, más részről viszont szerencsétlennek, mert ilyen olyan akadályokba ütközök ettől, hogy mint például, amit itt is tapasztaltam, egyfajta formába volt öntve az egész nap, Bizony. És nem úgy alakult, hogy ahogy esik, úgy puffan, Bizony hanem nem. formája volt, és úgymond egy kondíció volt. Én így éltem meg. Így van. Ezt jól élted, meg mindannyiunk ezen ment keresztül. Igen, igen. Csak az a baj, hogy pont olyan típusba tartozom, akinek nyilván nem egyébként nem kínzás, hanem nem is tudom, minek nevezzem. Nevezheted kezd... örömnek például. A végére kezdtem élvezni. Szóval... Azaz. Tehát a kondíciók beteljesítésével megvalósult a felhőtlen öröm a végére. Ilyesmi. Ez a zenderű. Eleinte nagyon kemény feltételrendszernek tűnik. Kondicionált lét, amire ráébredünk. És a végére elkezdjük szeretni. Igen. Vajon miért? Hát mert van egy mellékhatása. És mi a mellékhatás? A derű. A derű, pontosan. Közösen teljesítettük a feltételeket, tudjuk, hogy jó irányban megyünk, és ezért az, ami a nagyon szigorú, ilyen összevont szemöldökű magatartásnak tűnt a legelején, az a végére ilyen kisimult, homlokú, gyönyörű derűvé változik, mert ott az eredmény. Ezt a kondicionálatlan, vagy feltétel nélküli létet, serdülőként, te hogy élted át? Durván. Ugye? akkor derült ki, hogy ez nem egy olyan szerencsés dolog. Igen. Hát akkor itt a lehetőség, hogy felnőtté váljunk az úton teljesen. Úgyhogy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy itt lehet. Szívesen. Egyéb kérdést tessék Hát akkor ez valahogy kapcsolódik egyébként az én kérdésemhez is, mert nekem van egy kistesom, az apukámnak van új élettársa, és ő nyolc éves most a, a kistesom és ő is úgy él, hogy mindent szabad neki korlátlanul. És azzal a nehézséggel küzdök, hogy én meg, tehát én mondjuk én óvoda pedagógus voltam öt évig, és látom, hogy jó lenne egy kis rendszert beletenni az életébe, de még sincsen jogom felülbírálni mondjuk a szüleit. Hogy lehetne mondjuk ezt finoman, de... Finoman sehogy, de lehet pedagógus, tessék módszertant alkalmazni, jó? Ezt úgy hívják, hogy kérdés. És a gyerek olyan, mint a tükör, olyan, mint a szivacs, és teljesen ilyen nagy akarat, ilyen kifejlett felnőtt akarat nélküli ártatlannak is mondják, de egyik gyerek sem ártatlan a szó karmikus értelmében. Mindegyik hozza a kis izsákját, és abból így darabonként rakja ki a térbe a szülők felé a karmáját, ami a lelkében van. De tényleg olyan, mint a tükör, és tényleg olyan, mint a szivacs. Tehát, a gyermek, a nyolc éves kistesó majd megmutatja, hogy ez a nevelési politika ez helyes vagy sem. Ugyanis olyan dackorszak lesz, olyan rakoncátlanság lesz, úgy szét fogja dobni a napi rendet és az életrendet, hogy ihaj, miért? Mert megengedték neki. És akkor oda mehetsz apuhoz, hogyha az élettársa jó viszonyban vagy hozzá is, és azt mondod, véreim, ez kell. Segítek, de ha ez kell, akkor elmegyek. Ha meg nem ezt kell, akkor kicsikét neveljük már együtt a kis testőt, meg a feltételhez kötött lét szebbi oldalát megvalósítani, ami nem is robot, és nem is kis ördög. A kettő között egy ilyen kis középút. Tehát hol húzom meg, hol eresztem meg, hol hagyom szabadon csángálni, lófrálni, rontópálkodni, beleztet egy ilyen területre, lehet, csak azt ki kell jelölni, hogy most hol csinálja azt, amit akar, és meddig hol mondom azt, hogy na, kislányom, akkor most köszönöm szépen, ez ennyi volt, és most az van, amit én mondok. Miért? Mert én vagyok a szülőd, te meg a gyerekem vagy. Én vagyok a felelős, és én téged felnevellek. Ez ilyen banális mondatként hangzik, de ha ez nincs meg, úgy el tud sikkadni a viszony, annyira fel tud dúsulni a gondolkodás, hogy nem tudjuk, hogy valójában ki a szülő és ki a gyerek. A kapcsolat nem működik rendesen, pedig a szülőnek szülői tudatossággal kéne élnie ahhoz, hogy a gyerek-gyerek maradhasson, és szép lassan nőhessen fölfelé, és ne kelljen apu helyet gondolkodni, vagy anyu helyet érezni, stb. 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 Jó? Köszönöm szívesen. Nehezen viselem az agressziót, a hangos szót. Hogyan tudok a velem szemben álló? emberrel, aki hangosan nyilvánul meg, vagy agresszív, segíteni neki, illetve hogyan tudom a saját érzéseimet kontrollálni, nem átvenni az ő dühét, haragját. El kell menni kocsmába. Neki vagy nekem? Neked. És ott a megfelelő órában jelen mikor amikor már egy kicsit ordítoznak a nagydészt férfiak, és jelen lenni, és tréningezni és nem véleményt formálni, hanem a jelenlétből tanulni, hogy miről szól az ordítás, miről szól a hangos szó, és mi az, amiről nem. Voltunk Egyébként kocsába. nem tudsz úgy szemben állni a másik féllel, hogy ne legyél kisebbségi helyzetben. Mert téged sokkol a hangos szó, és ezért használni is fogja. Amíg az érzékenység mellé erő és állóképesség nem párosul, addig mindig vert helyzetben leszel. Mit tehetek ellene? ha nem is kocsmába, de olyan helyre kell menni, ahol mondjuk gyakorolhatod a tudatálló képességet, és ilyen kis apró ütéssel felkészítenek arra, hogy a nagyobbat is kibírt. Ez, mint a sport. Köszönöm. Szívesen, de ezzel nincs vége. Tehát a konfliktus, ez nem a hangról szól pusztán. az, hogy veled emelt hangon beszél valaki, és esetleg összeroljsz, vagy utálkozol, vagy menekülsz, ez a kisebbik probléma. Meg lehet szokni valakinek a hangosságát, de az agresszióját azt nem. Mert ebben a hangosságban agresszió van legtöbbször. És nem a hang az, ami pusztán közvetíti, hanem az érzelmek, gondolatok, Uram, bocsán, ne adj Isten, a tettek is. Hát nézd meg a másik három csatornát, mert a beszéd az a hangosság, ami fáj, de ott van a gondolat, és ott van az érzelem, és ne adj Isten, a tett is. Tehát foglalkozz a két finom csatornával, az érzelmekkel és a gondolatokkal, hogy ott mi az agresszió gyökere. Onnan próbáld meg kivenni. A Buddha azt mondta, hogy a beszéddel nincs semmi baj, csak négy bizonytalan karma kötődik hozzá. Nem tudom, hogy igazam van-e, nem tudom, hogy a másiknak igaza van-e, nem tudom, hogy mind a ketten jól gondoljuk, és nem tudom azt, hogy mind a ketten hamisan gondoljuk el. Ez a négy bizonytalan karma van. Ezzel nagyon kell vigyázni. Tehát alapvetően egy agresszív embernek a beszédét nem lehet elhinni. Innen indul. Miért? Mert a gondolata és az érzelme olyan, olyan irányba mennek, hogy minimum téged vagy uralni akar, legrosszabb esetben megváltoztatni, még rosszabb esetben megsemmisíteni. És ezért nem hihető. Ha nem ellenem irányul az agresszió, csak jelen vagyok. Akkor valaki ellen irányul, és azon segíteni kell. Köszönöm. Szívesen. Én még arról szeretnélek kérdezni, hogy mit gondolsz arról, hogy a, amikor valaki tanít, és hosszú évekig tanít, akkor vannak dolgok, amiket ismétel, hiszen rengeteg tanítványa van. És akkor újra és újra ismétlél magát, ami mondjuk egy időt el lehet, hogy beleun. Úgy mind a mellett, hogy mindenkinek kicsit másként mondja, de ugyanazt mondja. Hogy erről te mit gondolsz, hogy lehet azon túllépni, hogy ne fásuljon bele az ember ezekbe az ismétlésekbe? Én nem ismétlek semmit, semmit, semmit. Köszönöm, Szívesen. köszönöm, köszönöm. Nagyon jó, nagyon jó. Zen szellem, kezdő szellem, ha nem tudod megújítani magad, még több gyakorlásra van szükség, és, és kész. Hát, ha azt érzem, Magamat hogy újítsam meg? Persze, azt a forrást, ahonnan a szavak jönnek. Hát, műhelytitkot árulok el, hogyha egy tanító azonosul a tanításával, rögtön a pokorra jut. Az egyik ilyen kezdeti tünet az, hogy elkezdi ismételni önmagát, mert annyira jó, amit mond te. Hát az annyira okos, megtaláló. Hát miért nem mondjam el még egyszer? Hát azért, mert nem neki szól. A következő pillanat már teljesen más. A következő személy már teljesen más. Tehát ismétlődhetnek bizonyos gondolatok, de paradigmák, sémák, mintázatok nem. És hogyha az ember nem tudja megújítani önmagát, akkor bizony befelé kell megint fordulni, gyakorolni kell, és utána megint kinyitjuk a kis szánkat, amikor ismét eredeti módon tudunk fogalmazni. Akkor vannak alapinformációk, amit ismételni kell, mert azok az alapinformációk matematikából az egy meg egy, az kettő. Az változik, hogy ezt hogyan adom át. De a holnap nem lehet, hogy három. Hát. lehet, hogy azóta már három, igen, tehát az lehet fejlődni, de azért még az ember ebből ott tehát vagy nem tudom, ti hol tartotok, hogy egy meg egy, az több mint kettő. Attól fő kiszámolja. Jó. Akkor megújulok, köszönöm szépen. Örülök, látod. Szunkszenszim nagyon sokszor mondta, hogy a zenmatek nagyon érdekes, mert 90 fokon, ahol ugye az intellektuális tudás van, egy meg egy az kettő. Az enkör 180. fokán egy meg egy az nulla. Ott minden nulla. Ott a tízezer szer tízezer is nulla. 270 fokon az egy meg egy az bármi lehet. Lehet, 278, lehet végtelen, bármi. És hogyha visszaérsz a 360. fokra, akkor ismét egy meg egy, az kettő. Nézd meg, hogy hogyan tudunk gondolkodni. Tehát, hogy van három almád, meg te. Egy, kettő, három, és a negyedik te vagy. Tehát úgy tűnik, hogy a három alma, meg te, az négy. Megeszed a három almát, csak egy marad. Látod? Több olyan megvilágosodott mester van, aki viszonylag fiatal korában érte el a megvilágosodást. És többször levezettem magamban, hogy egyébként egy átlag ember útja, hogy egy életút, hogy zajlik egy olyan embernél, mondjuk aki családot alapít, és mondjuk hagyja magát így ennek az ösztönnek, hogy kialakuljon és úgy mond lezajlik az élet így ezáltal. És ugye ennek vannak bizonyos szakaszai, van egy fiatalabb, egy éretlenebb, egy, egy pubertás, egy családapa, akkor már ugye az ember középkorú, majd nagyapa és ugye már ugye, akkor megvénül teljesen. Úgy szeretném ezt párhuzamba hozni egyébként a fiatalabb, fiatalabb, korukban megvilágosodott mesterekkel, hogy ugye ők egyfajta cölibátusban élnek, ami nem erőltetett, hanem egy természetesen kialakuló dolog, de nem az idős korban, hanem már fiatalon nem érdekli őket a nemiség, ugye maximum játékszinten, de nem függenek tőle. Olyan kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy mi van akkor, hogyha az ember különösebb gondolkodás vagy ceremónia nélkül éri az életét, de megpróbál tudatos lenni minden pillanatra, nyakon csípja az egóját többször is, akár másodpercenként, illetve mások egóját is, illetve um, egyéb uh, hullámzó dolgokat, amik, amik ugye itt a, a képernyőn derengenek és elér egy, de nem akarja teljes mértékben föladni önmagát, mert úgy gondolja, hogy családja van, és szükségük van rá. Illetve pénzt kell csinálni ahhoz, hogy az a család minél jobb szinten éljen. Továbbá... A hosszú kérdés nem szexi. Nem szexi. Nem szexi. Megpróbálom rövidre fogni. Egy bizonyos... Gyorsan élet... fejezd be, mielőtt egyéb problémák Ha az ember kiéri, úgymond ezt a, ezt a dolgot magából, az összes ilyen nemiséget, meg hasonlót, és természetes módon. Az meg összeset? Megpróbálja. És elér egy bizonyos korba, amikor már ugye a hormonok már nem dominálnak, és természetes módon már nem érdekli, ugye, idős létére, mondjuk nem egy perverz öreg ember, és nem érdekli idős létére az, hogy most éppen kinek milyen a popsia, mert már megélte. És bölcsességében azt tudja mondani, hogy én ezt már magam mögött hagytam. Tényleg érdekel, hogy mit szeretnél kérdezni? Azt szeretném kérdezni, hogy, hogy, hogy így is lehet, hogy leéled az életed, a végén elengeded, ugye amit most nem nagyon használunk szót, mert nem illik, de a végén az ember megéri azt a kort teljes mértékben, hogy öreg vagyok, bölcs vagyok. Biztos, És ez, hogy nekem teszed fel ezt a kérdést? Nem, magamnak csak ugye? manifestálom. Amikor arról van szó hogy egy hipotetikus egyesem harmadik személyű mesterről beszélsz, az egész kérdés kuka rögtön. Igen. Egy olyasféle előfeltevés gyűjteményt hoztál ide, ami nagyon jót mulattunk, de használhatatlan. Beszélsz régi mesterek életrajzairól egy darab név nélkül. Tehát ezért mondom együttérzően, hogy több sebből vérzik a kérdés sor, hogy nehogy komolyan vedd a saját gondolataidat. Nagyon sokféleképpen lehet haladni az úton. Nagyon sokféleképpen föl lehet ébredni. De hogyha az intellektus több rétegű illúzió keltését elhisszük, akkor biztos, hogy nem. Hát vannak olyan mesterek, akik szerzetesként értékel, és vannak olyan mesterek, akik világiként értékel. Teljesen mindegy, hogy milyen karmája van és milyen álma van, mindegyik karmát meg kell haladni, és mindegyik álomból föl kell ébredni. Kész. Egyik pillanatról a másik. Úgy, csak úgy lehet. Ha nem, akkor... Igazából a kérdésem... Világkorszakokon keresztül benne maradsz, érted? Tehát egyik pillanatról a másikra kell fölébredni, és ne takarózzál más mestereknek a kasájával és lebernyegeivel. Rólad van szó. Érted? Persze. Ennyi most elég. Következő kérdés. Ott hátul. Ott, ott. Azt szeretném kérdezni, hogyha van előttem egy rossz családi példa, például csak az egyik személy, abból hogy lehet leszűrni a jó ellenpéldát? Milyen szögből látod azt a szemét? Hogy én vagyok a lánya. Uh -huh. Gondolatban legyél az anyja. Kicsit kifejted? Nem. Annyit jó, viszont akkor... elmondok, hogy ahhoz, hogy te ebből a kellemetlen viszonyrendszerből kikerülj, át kell menni az utca túloldalára. Tehát amilyen generációs helyzetet elfoglalsz, abból nem tudod megoldani a problémát. Gondolatban, ha az anyja lennél, akkor mit mondanál neki, és hogyan nevelnéd őt föl? Ez egy belső elmejáték, és erre szükség van, hogy a relatívnak lásd ezt a karmát, és ne abszolútnak. Tehát az a rákfenénk, hogyha egy karmát változtathatatlannak, öröknek, és tőlünk függetlennek látunk. Pedig minden karma mullandó, tökéletlen, és valahol mi teremtettük. Legalábbis részt vettünk annak a teremtésében. Nem érzem magamat a lányának egyébként, és uh, nem szeretnék... Az baj. Genetikailag annak érzem nem magam, de egyébként... Nem kell a genetika. Jó, rendben. A akkor... DNS-t is mi kavarjuk ki. A lélek DNS-e számít. Az, hogy te pontosan hogyan tudod elfogadni azt, hogy a lánya vagy, ez nagyon fontos. Ha nem fogadod el, akkor nem tudod a nézőpontot sem megváltoztatni. Tehát tiltakozni az univerzum jelenlegi működése ellen az eléggé dőresség, tehát, hogy a szülők gyermekeket hoznak a világra. Ez így működik. És ha te valakinek a gyermeke vagy, a lánya vagy, ez megváltoztathatatlan. De ahhoz, hogy te ezt másképp lásd, belül el kell tudni foglalni egy másik helyet. Ezért mondom, hogy ez az elmének egy tudatos játéka, de az mindaddig nem megy, amíg a te lány mi voltodat, nem fogadod el. Először ezt el kell fogadni. Utána tudsz változtatni rajta. És hogyha ő nem hagyja, hogy ezt én elfogadjam, mert nem úgy gondolja, hogy. Először próbáld meg elfogadni, aztán kiderül, hogy hagyja. Miért? A szülő imádja a gyerekét. És akkor is, ha te ezt nem így látod. Ha te ezt teljesen másképp látod, ez akkor is így van. Amikor majd anyuka lesz, akkor megérted, hogy micsoda öröm és micsoda kiteljesedés egy gyerek, még akkor is, hogyha állandóan a felszínen baj van vele. Amikor arról van szó, hogy te egy családi viszonyt nem fogadsz el, te kirekeszted magad. Akkor rögtön kirekesztetnek érzed az egész helyzetedet, holott te különültél el. És akkor az a szülő nem jó hozzám. Nem is akarom elismerni, hogy a lánya vagyok. Szóval én szeretném úgy tekinteni magamat, de azt érzem, hogy ő nem engedi, és a példájából nem szeretnék ugyanolyan lenni, mint ő. És hogy ezt hogy csináljam, vagy csak látom, hogy ő milyen, és ne olyan legyek, ilyen egyszerű lenne. Nem. Szerencsére egy olyan helyzetből beszélek, ahol 30 éven keresztül nem akartam olyan lenni, mint ő. Aztán egy szent pillanatban rájöttem, hogy ezzel az elképesztő erős akarattal, hogy nem olyan akarok lenni, meg is kötöttem ezt a karmát. A negatív teremtés az, amikor félsz, és rühelled, és nem akarod, de annyira erősen nem akarod, hogy ezt megkötöd. A pozitív teremtés, hogy jaj, hát én szeretném, és olyan akarok lenni, és megcsak mindent azért, hogy olyan lehessek. A pozitív polaritás és a negatív polaritás ugyanolyan erős kötés, csak az egyik az élem egyik oldala, a másik a másik. Az egyik a jégfelszín fölött van, a másik a jég alatt. A legelső és legfontosabb dolog ahhoz, hogy te más légy hogy te használd a karmát, és ne a családi karma használjon téged, az az, hogy hálás vagy. Te megköszönöd azt, hogy valaki a világra hozott, hogy emberi testet kaptál, hogy felneveltek, hogy tápláltak, és az összes hülyeségedet elviselték, és az összes erényedet jutalmazták, nem úgy, ahogy azt te szeretnéd, de itt vagy, és bizonyíték rá, hogy ezt megtették. Tehát a hála nélkül ez nem megy. Miért? Mert így választódsz le, mint gyerek, aki állandóan csak szeretne, szeretne, szeretne valamit, és csak nagyon későn köszöni meg. Amikor elkezdi megköszönni, akkor kezd felnőtté válni. A másik a bocsánat. Amikor bocsánatot kérsz a hibáidért, azt is elég későn szoktuk, és néha soha. Akkor kezdesz megint csak felnőtté válni, mert rájössz, hogy mi az, amit te rosszul csináltál. Úgyhogy itt nem a minták elkerülése vagy megvalósítása fontos, hanem a felnőtté válása fontos, mert akkor lesz önálló. Ezzel a két mozdulattal, a kétféle hozzáállással, ami valójában egy, ezzel tudod ezt elérni. Onnan érzed, hogy ez sikerült, hogy a teremtő képességedet elnyered. Hogy úgy csinálod, ahogy te látod jónak, és már nem ösztönszerűen viszonyít az apuhoz meg anyuhoz hogy ezt ők hogy csinálnák. Most, ha én ezt így csinálom, akkor ők ezt szeretni fogják, vagy nem. Az egyik igen, a másik oljuk nem. Most akkor ezt hogy csináljam, hogy mind a kettőnknek jó legyen, meg a hármunknak, meg ez így kuka. Érted? Uh -huh. Tehát, amíg ez a gondolkodás van, nem vagy önálló. Tehát a felnőtté válása az, hogy végre a saját szemeddel látsz, saját füleddel hallasz, saját szíveddel érzel, saját elméddel gondolkodsz, és jól látod az ok és okozat működését. Úgyhogy megköszönjük a szülőknek, hogy felneveltek minket, megbánjuk a hibáinkat, amelyeket elkövettünk, megbocsátjuk az övéket, amiket ellenünk elkövettek, és járjuk a saját utunkat. A saját út az önállóság és nem elszigetelődés. És ekkor tudunk a család piros pirosbetűs gyönyörű napjain egymással szembenézni, örülni egymás társaságának, és utána megint követni a saját utunkat. Mert ha nem, akkor nem fogjuk segíteni egymást. Ez fontos. Azért kell felnőni, és emancipálódni, és önálló úton járni, nem csak azért, hogy te, te legyél. Az egy köztes fázis. Hanem azért is, mert ha ezt nem teszed meg, nem tudsz később segítséget adni, vagy segítséget elfogadni. Mert állandóan valami duális karma bekavar. A szeretem, nem szeretem, ez volt, az a múlt, ez a jövő az egész úgy, ahogy van egy csőd tömeg. Mert nem lettem önálló, nem nyertem el a saját önrendelkezésemet, nem járom az utamat, ezért nem vagyok hajlandó viszonyulni felnőtt módon a családtagokhoz. Tehát ha elnyered ezt a fajta önállóságot és autonómiát, az semmi másra nem tesz jobban képessé, mint a segítség adására és elfogadására. Az a gondolat jutott eszembe, hogy van -e egyáltalán értelme esetleg megkínozni az édesapámat azzal, hogy én most rákérdezek, hogy ő hogy élte meg ezt az óriási válságot, amit a mai napig tüskeként hordoz magában. Tehát, hogy kellene nekem ezt nem rossz szóval erőltetnem, vagy fogadjam el úgy, ahogy most van? Nem. Nem erőlteted, és nem fogadod el. Nem az ő tüskéjét bilizgálod, hanem érzékelteted vele, hogy ez neked mennyire fáj, hogy mennyire nem tudod. Hogy érzed, de nem tudod. Hogy ez benned tüske, mert érzed, hogy ha ő nem segít, akkor ezt te is elkövetheted. Mert nem tárta fel azt a mintázatot, amit te is követsz, mert a fia vagy. A segítségét kért, hogy neked ne ez legyen a sorsod. Egy mozdulattal ki tudod húzni az ő tüskéjét és a sajátodat is. És a szülő együttérzése a gyerek felé végtelen. Végtelen. Köszönöm szépen. Szívesen. Látom magamban a végtelen gonoszságot, tudom, hogy ezt meg kell haladni, tudom, hogy meg lehet változtatni a karmát, tudom, hogy járni kell a bóthiszatva úton, de az nem jó és nem rossz. De mégis... Azt kimondta, hogy nem jó és nem rossz. Mármint ez az érzés bennem, hogy nem jó és nem rossz számomra. De az lá... baj? Igen, igen. Ha a gonoszság nem rossz, az baj? Igen akkor semlegessé és valahol rezisztensé váltál vele szemben. És most nem valami erkölcsi panacát fogsz kapni, hanem az, hogy mi a dolgom. Ez a felnőtt kérdés, hogy mi a dolgom. Az a dolgom, hogy ezt a karmát kövessem tovább, vagy más a dolgom? És hogyha más a dolgom, akkor automatikusan megjelenik az, hogy te inkább segítenél, és inkább valami gyarapodást idéznél elő abban, amit hiszel. Semmint valami egyebet csökkentenél, vagy rombolnál, amiben nem hiszel. Mert itt lesz a fordulat. És utána tudod megbánni a gonoszságot és az ártást, mert előtte nem. Bíznunk kell magunkban ahhoz, hogy a korábbi énünk hibáit felfedjük, elismerjük és megbánjuk. Előtte nem megy. Én kívánom azt, hogy mindannyian haladjunk az úton. Érjük el igazi önvalónkat, nézzünk szembe a karmánkkal, és oldjuk meg azokat a problémákat, amelyeket eddig nem mertünk, nem tudtunk, vagy nem akartunk. És a helyes helyzetfelismeréssel, a kapcsolataink helyes gyakorlásával, a megfelelő működéssel, igenis lehet jobb világban élni. Belül is, kívül is, egymással is. Ehhez kívánok mindenkinek. Sok kitartást, erőt, egészséget, és azt, hogy néha gyakoroljunk is együtt ezért. Köszönöm a figyelmet!